jelképek erdején át visz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. A kerengő egy nagyon régre visszavezethető építészeti együttes, ami gyakorlatilag a római házakban, háznak a belső részében helyezkedett el, és a ház zárt részeit összekapcsolta a kerttel egy ilyen oszlopos folyosó. Ma ennek a kerengőnek a megjelenése nyilván ezen a kiállításon nem építészeti szempontból fontos igazán, inkább a kerengőhöz tapadt kultúrtörténeti szimbolikus tartalmak azok, amik felerősödnek. Ebben az esetben egy goblen oszlop a goblen anyagából és technikájából adódóan is ugyanúgy a tradícióra utal, mint ahogy az oszlop maga, mint az építészetből kiemelt sajátos szerkezet. A kerengőknek a hangulata borzasztóan megfogott, az a tisztaság, az a csend, ahol az ember elmélyülhet és a gondolatai kitárulkozhat. Ez a hangulat, ez fogott meg engem annyira, hogy próbáltam itt az itthoni viszonyoknak megfelelően ezt a fajta hangulatot valamilyen módon áttenni. Tehát kimentem a vastelepre, megláttam ezeket a gyönyörű oszlopokat, és az az ötletem támadt, hogy én ezt goblenben megcsinálom. Minden rom, a művészet örök, a többi por, a népet túléli a szobor.